időben kezdte a május 1-i felkészülést a szabadkaiak egy része. Bálint Krisztina húsárus elmondta, úgy tűnik a héten megemelkedett árak nem tartják vissza a vásárlókat. Leginkább a csevapra, pieszkavicára, rostélykolbászra, illetve szalonnára van kereslet. A csevap az most 800 dinár, a pieszkavica szintúgy, a nyakkaraj 700 dinár, a rostélykolbász 780, a császárszalonna az meg 690 dinár. A munka ünnepén a csirkehús szintén közkedvelt hústermék, ára nagyjából változatlan. 370-től a csirke 400 dinárig, de az a 400 az már nagyon sok, a comb az marad 450, a mellakhúsa marad 650-től 750-ig csonttal, csont nélkül, tojás 25-től dinár darabja, hát újdonságom most ma nincsen, pulyka. Pulyka combom van, az 1200 dinár. A zöld hagyma 25, a retek 50, a répa 40-től 100 dinár, az új hagyma 150-től 160, a mángolt pedig 70 dináros áron található meg. Ez mellett nagy mennyiségben árulnak spenótot, sőt lósóskát is. Nudimo jako zanimljiv prizor, neke stvari kod niko nema na pijaci, zelje, britve, još drugi sezonsko povrće voće imamo. Trudimo se da budu sjene korektne, nismo možda najjeftiniji, ali nismo ni najskuplji. Masa Józsefnél nagy mennyiségben található alma is, amely 40-től 100 dináros áron kapható. A szélsőséges időjárási körülmények miatt szerinte őszre nagy drágulásra kell számítani. Lassan elfogy, és nem tudjuk, hogy őszre mi lesz. Rengeteget kiszedtek az emberek. Termés, hogy milyen lesz, vagy mennyi kárt csinált, még nem tudjuk, de nem lesz olcsó alma, az biztos. Az árától függetlenül idén is sokan vásárolják a szezon egyik legkedveltebb gyümölcsét, a földi epret. Szelecki Magdánál egyelőre behozatali van, de hamarosan házi eper is kapható lesz. Hát az eper az változik, hol léjem megy, hol főjem, most per pillanat 400 dinár kilója. A mandarinnak most már kezd vége lenni, ott nem változik az ár, a narancson se változott mostanában az ár. A banán maradt 200 dinár. Varga Rozália különféle tejtermékeire kezdetben nagy volt a kereslet. Az árak növekedése miatt azonban egyre inkább fogy a vásárlóköre. Változás semmi nincs, minden a régi ár, így is alig tudjuk eladni. Nincs az embereknek a kezükbe elegendő pénz, ehhez a nagy drágasághoz. Az eladók a majális előtti hétvégén ennél is nagyobb tömegre számítanak a piacon.